és ebben a másodpercben el is indul az 1900 méteres amatőrverseny handicap. Tulajdonképpen az egész mezőny egészen jól ki a gépből, elmegy úgy fest vezetni Riddick szokása szerint, méghozzá bizottság társaságában. A Riddick bizottság az első két helyen, aztán érkezik Sámánkő mellettük, mögöttük. Két-három osztal jönnek csak az üldözők Brian vezetésével. Survivor az ötödik pozícióban, Lashantiros hatodik, Benihana a hetedik, és egyelőre a sor végén az általában lassabban lábra kapó Shark Csilla. Megnyúlik a mezőny az 1900 méteres távon, és az első sorban a mindig gyors Riddicknek köszönhető, aki robog a frontban, mögötte két osztal ott van azonban bizottság. Riddick és bizottság az első két helyen, 5-6 osztal jön mögöttük Sámánkő, további három a Brian, valamint Szövárvő kettőse, hárman vannak egy kicsit messzebb, de közülük úgy fest, hogy szép lassan Shark Csilla megkezdi a zárkózást, viszont hát nagyon úgy fest, hogy Ashantirosnak nem ez lesz a versenye, mert egyáltalán nem tud csatlakozást találni a többiekhez képest. Az utolsó 1000 méterre most már belül a csapat, Riddick még mindig vezet mögötte könnyedén, sőt most már inkább mellette könnyedén jön bizottság. Riddick bizottság fejfelt, legalább 8-10 hosszal jönnek mögöttük a többiek Sámánkő vezetésével. Survivor kezd talán egy kicsit kibontakozni, Brian nagyon erősen kell lovagolni, ráadásul Brian viszonylag kívül is fog talán majd fordulni. Bent a falon Benihana az, aki szépen surran felfelé, és ott van most már a 4.-5. hely környékén. A Riddick bizottság a fejfelt még mindig vezet, azonban szépen jönnek most már rájuk az üldözők. Az utolsó 400 méter kezdetén Survivor vezetésével meg is érkeznek a vezetők kettősre. Elsősorban talán Survivor, valamint Benihana és Brian lehetnek az ellenfelek. Középen talán Survivor a legerősebb, 300-nál Sharfi Kittyvel, Survivor elszágult mindenki mellett, és egy egészen stílusos győzelem lesz ebből. Faképnél hagyja a mezőny, mert az idei első verseny is nagyon-nagyon jól sikerült, és erre most még rátesz egy lapáttal, hossza közönével győz. Benihana szépen zárkózik, bizottsággal csatázik majd az ezüstéremért, Survivor pedig feltartva nyeri az amatőr verseny handicapet. Benihana a második, bizottság a harmadik, a Riddick a negyedik, Brian az ötödik. Sharfi Kittytől már láthattunk egy győztes lovaglást még a tavalyi esztendőben, és Survivor-ral ezt nagyon-nagyon nagy stílusban tudta megoldani. 5 per B-ből azért ez alapján a győzelem után szerintem fölrepülhet akár a negyed osztályig is ez a ló, hiszen nagyon-nagyon-nagyon komoly előnnyel nyerte meg a versenyt, és Benihana volt az, aki te is elmondtad a futamot megelőzően, hogy benne látod a meglepetés lovat, hát való igaz, legutóbb 1900 méterre lovas Nórával handicap, jó versenyt futott, azért. És bekerült handicapbe, ahol aztán ez... A csodákra képes az első handicap, a Survivor esetében is láttuk, aki ugye egy nagyon jó finisszel jött elsőre, és épp csak ki tudott kapni, ezért lehetett feltételezni, hogy a plusz 300 méter az jó lehet Survivornek. Szép arcang volt a mezőnyt az utolsó 300-on. Játszogatták azért a kettest, bizottságot természetesen, sokkal jobban fut bizottság. 2-6-1-et láttuk a táblán. Már pedig akkor ez a 2-6-3 is valóla környéken kell, hogy legyen, hiszen egy favoritról beszélünk bizottsággal kapcsolatban. Hát Riddicknél ez benne volt a pakliban, hogy elmegy vezet.